Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a szép téli reggelen, évközi 5. vasárnap ünnepi szentmisénken, mely ugye egyben diákmise is. És ahogy ma mentem át Gyonra, és szemlélődtem, néztem a tájat, eszembe jutott a gyermekkorom, amikor még végtelen örömmel és lelkesedéssel néztem ki az ablakon, amikor esett a hó, vártam, hogy fölmenjünk a Gelléthegyre szánkozni. Hógolyózást vártam, hóembert építettem barátaimmal, és azon gondolkoztam, hogy vajon mi változott meg bennem, hogy most nem tudok igazából tiszta lélekből örülni a hónak. Szóval rádöbbentem, hogy talán az élet vezet oda, hogy változunk, változnak az érzelmeink, változnak bizonyos dolgokhoz való hozzáállásunk, felnőttekké válunk, bár ugye a felnőttek is szeretik sokan a havat, ahogy így végignézek köztetek, ti is szeretitek, főleg amikor hólapátot kell fogni, de hát ugye az élet velejárója itt Európának ezen a részén a hó is. És azért örülni kell ennek is. Örülni kell, hogy igenis ilyen szép téli tájba jöhettünk ma a szentmisére, és köszönhetjük az Urat, együtt emlékezhetünk, ülhetjük meg az utolsó vacsorát, áldozáshoz járulhatunk, és Krisztus tanításában részesülhetünk. Sőt, ugye a mai napon, mivel a héten volt gyertyaszentelés, gyertyaszentelő ünnepe, valamint a héten volt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja, így a szentmise keretében gyertyaszentelés is lesz, és a megszentelt gyertyánkat vihetjük haza, gyújthatjuk meg imádság közben, valamint a Balázs áldásban is részesülhetünk, és kérhetjük Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárását, hogy szabadítsa meg bennünket a torokbajtól, a különböző betegségektől. Azonban szükséges a bánat. Szükséges, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt a szentmisén, ezért most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Uramunk Istenünk, őrizd szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkö, örökké. Amen. Olvasmány Jób könyvéből. A szenvedő Jób így panaszkodott. Nem de küzdelem az ember sorsa a földön? Nem de napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem. Már lefekvéskor azt kérdezem, mikor virrad? És mihelyt felkelek, mikor lesz már este? Tele vagyok kínnal egész alkonyatig. Napjaim futtak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység. Gondold meg, életem csupán egy lehet, szemem soha többé nem lát boldogságot. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelessége. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, s ne éljek az evangéliumban gyökerező jogokban. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék köz gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek minden lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét és felsegítette. Erre megszűnt a láza,
és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteredett, odavitték hozzá betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek, és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment a házból, elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki, téged keres mindenki. De ő azt felelte, menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem. És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban, Galilea egész területén. Ezek az evangélium igéi. Megjólítja, itt is gyógyítottam. Hogy kezdődik az evangélium?
Hol? Hát, hova mennek a gyermekeim, tudják az evangéliumot, hova mennek, fogolyozni. Oda meg? Ne. Hanem elment Simon és András házába, ugye Simon Péter, ugye a kőszikla, házába, és ott megtapasztalta, illetve szóltak neki, hogy Simon Péter anyósa, beteg. Látosan fekszik és beteg, és oly csodálatos lehetett, hogy elképzel a maga felé, hogy oda ment hozzá az Úr Jézus, és semmit nem tesz, egyszer megfogva a kezét, úgy felemeli, és ő föltel, és már egészséges is. És milyen csodálatos, visszaüvesz, köszönöm, milyen csodálatos, és a fogalmi a Szentírás, és ugye itt azért majd lehet valami is meg lehet becsülni, és lehet tisztelni az anyákat, az édesanyákat, a hölgyeket, hiszen oly csodálatos, hogy leírja az evangélist, hogy föl kell, és egyből mit csinál? Segíti, kiszolgálja az odat, és kiszolgálja ugye a többi vendégeket, Péter apostolt is még sorolhatnám, akik jelen van. És ezt meg tudják az ember. Most ételezzük fel, Sárva hallanátok, hogy van egy csodaorvos, aki minden betegséget kézrátétele vagy imában megoldik. Mi lenne szerintem? Hanyag emlének volna? Nagyon sokan, még egy bombó esélybe is? Ha bizony lennének, hát rengetegen lennének. És ugyanez történt Jézusra. Tömegek álltak Simon Péter ház előtt, és várták, hogy az Úr Jézus csodát tegye, meggyógyítsa őt. És az Úr Jézus, mivel végtelen szeretet van benne, meg is teszi. Ugye? Meggyógyítja a betegeket, kiűzi a gonosz lelkeket a megszállt emberek. Majd este pihen, de korán fel kell. Korán fel kell, és elmegy egy kies helyre, egyedül legyen és imádkozni. És akkor mennek az apostolok. Mennek utána, hiszen már kora reggel, ahogy említettem, ha lenne egy csodaorvos, aki mindent meg tudna gyógyítani, folyamatosan mennének az emberek, és nem hagynák végén. És ugyanezt a hírt vitték Jézusnak az apostolai is. Gyere már, mindenki téged vár. Rengetegen várnak téged. És most jön a megdöbbentő rész, és azt mondja, hogy Úr Jézus, nem. Nem. Menjünk el máshol. Én nem azért jöttem, hogy betegeket, nem azért jöttem csak, hogy betegeket gyógyítsam. Én azért jöttem, hogy hirdessem az evangéliumot az örökbe. Én azért jöttem, hogy a lelketeket meggyógyítsam. Az Úr Jézus a születése, a szenvedése és a halála által mint hozott a számunkra. Így van, hát én látom. Az üdvösséget, a megváltást hozta el neki. És ő ezért jött el közé. Mert ki az, aki közületek, még soha nem érzett semmilyen fájdalmat? Hát ugye, hogy mindenki érzett. Még a gyermekek is. Hiszen az embernek fáj a feje, fáj a foga, fáj a hasikája, és még sorolhatnám. És van szenvedés. És kérdezhetnétek, hát hogyha az Úr Jézus ennyire szeretnénk, ha van, akkor miért engem? Én imádkozom hozzá, eljárok a templomba. Miért kell nekem szenvedni? És ezt ugye nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek, akik nagyon-nagyon sok szenvedés és fájdalommal találkoznak, megkérdezhetnék. Én is meg szoktam kérdezni, hogy Istenem, most jót akarok tenni, miért adott nekem ezt a fejfájást? Hogy nem tudom oda koncentrálni, nem tudom annyira odafigyelni. És az Úr Jézus megadja. Nem ez volt. Én nem mondtam azt, egy szóval se, soha senkinek, hogy nem lesz fájó. Én nem mondtam azt, hogy nem lesz szenvedés az életben. Én azért jöttem el, hogy a lelketeket megváltsa. Hogy a földi létük után az örök boldogságra, az örök üdvösségre jussa. És ezért megy el, és hirdeti más zsinagógákon, más településeken az evangélium, az örök. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha valami fájdalmunk van, nem kérhetjük Isten segítségét. De ha van egy olyan szentség is, amely a fájdalmunkba segít minket, melyik ez a szentség nagyobb közül, ki tudja, melyik ez a szentség?
Betegek szentsége, így van, köszönöm. Tehát a betegek szentsége. Ugye a betegek szentsége által sem gyógyul meg minden esetben az illető, viszont erőt kap, hogy képes legyen elviselni a fájdalmakat, képes legyen elviselni a szenvedéseket. Valamint gondoljunk Jézus Krisztusra. Jézus Krisztus menekült a fájdalomtól? Ő is szenvedett? Hát és nem is akármilyen, bizonyán bűntelenül értünk emberekért, vállalta a szenvedést és vállalta a kereszthalált, ami borzalmas halálpikus. És ő mindezt életünk vállalta. Amikor mi is szenvedünk, ajánljuk föl. Föl kell ajánlani, kérni az Isten segítségét, hogy képes legyek ezt a keresztet, ezt a szenvedést elviselni, és ajánljam föl embertársainkért, ajánljam föl a világért, ajánljam föl a magyar hazáért. És abban a pillanatban már lesz a szenvedésünknek értelme. Már fogjuk tudni azt, hogy valamiért szenvedünk. Nem céltalanul szenvedünk, hanem valamiért szenvedünk. Valami jó ügyért, akár a nemzetért, akár a barátomért, akár a szüleimért. Milyen csodálatos dolog, amikor az embernek kicsit fáj a foga, és azt mondja, oda, nehezen bírom, kérlek segíts meg, de ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat fölajánlom édesanyám. Abban a pillanatban érezni fogjuk, hogy valamivel könnyű. Fájni fog, de lesz értelme a szenvedésnek, lesz értelme a fájdalomnak. Most pedig ugye második elmúlt volt gyerkeszent elő, és a múlt héten én említettem nektek, hogy milyen csodálatos dolog az, amikor odahaza imádkozunk, és mondjuk gyertelgyújtunk, vagy odahaza olvasunk a Szentírást, és gyertelgyújtunk. Tehát sok alkalommal lehet és kell használni a gyertefényt, a gyertelángot. Ezért most, amit hoztatunk gyertelnak, ezeket most egy csodálatos szöveg kíséretében megszentelünk. Könyörögjünk! Istenünk, Te vagy minden világosság kútfeje. A mai napon megmutattad az igaz lelkű Simeonnak a világ világosságát. Alázatosan kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Fogadj kegyesen hívő népedet, mely neved dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján, az örök világosságra. Krisztus, ami rád hal. Most pedig egy szent termény is következik, a Balázs áldás, amivel Szent Balázs püspök és vérfolyó közbenjárását kérjük, hogy szabadítson meg bennünket a mindenható Isten a torokfájástól és egyéb problémáktól. A mise előtt egy nagyon kedves hívő panaszkodott arra, hogy torokfáj a torka, torokfáj a szemelés, ami csodálatos, az arra volt, hogy mondta, hogy mégis eljött a misére, mert részesül a vallásáldában, és ő hiszi azt, hogy utána holnap már tud menni iskolába, mert megszűnik a torok. Hát így legyen, ezért most kérnélek benneteket, hogy a áldozáshoz ugyanúgy a balázsárásra is járulni. Mivel szentelménydő van szó, ezért természetesen a gyermekek a kicsi is részesülnek. Thank you.
Most pedig valljuk meg a Szent Háromságos egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását. Testvéreim, Szent Pál mondta magáról, mindenkinek minden elette. Imádkozzunk, hogy mi is hasonló lelkülettel szolgáljunk, embertársaink javát. Addurunk, hogy egyházad példát adjon a világnak a szolgáló szeretetre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy papjaid odaadó élekkel munkálják embertársaik üdvösségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a népek vezetői a rájuk bízottak békéjén és jólétén fáradozzanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindenkor készen álljunk a rászorulók megsegítésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szenvedő testvéreink, ami szolgáló szeretetünkben tapasztalják meg Krisztus jóságát. Kérünk téged, hallgass meg minden. Urunk Jézus Krisztus, te mindenkor jót cselekedve jártál közöttünk. Add, hogy példádat követve, mi is mindenkivel jót tegyünk. Aki élsz és uralkodol, mindenekkel, örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljék föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket,
hogy a nép, melyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szent Lélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük. Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áradja rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely éltetek, adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és öreg szövetségé. Ez a vér éltetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, 16. Benedek pápánkkal, Miklós püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztussal, te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára, hát tényleg gyermekeim, gyertek. Gyertek, gyertek. Bátran, minden gyermek, gyertek ti is az első padból. Így van, gyertek.
Minden gyermeket várunk, minden gyermeket. Gyertek bátran, ne féljetek, én még mindig látok gyermeket. Ja, most pedig fogjátok meg egymás kezét. Bátran, úgy menjetek arra, hogy alkossunk egy teljes kört. Segíts neki, úgy. Ja, fogd meg a kezét, bátran. Így fogd meg a kezét. Úgy, fogd meg. Na, elindult a kéz. Fogd meg neki, bátran. Azt a csöpp kezet. Úgy, sikerült. Jó, most üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hagy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul. Oh.
könyörögjünk. Istenünk, Te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által. Még egyet húzunk.
Az Úr legyen veletek! Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Megvan, mit szerettem volna, még egy kis türelmet. Ugyanis tavaly emlékeztek, hogy minden gyermeknek a születésnapját megünnepeltük. Ez még idén nem volt. Ez az én hibám, beismerem, mea culpa. Bocsánatotokat kérem, annyit szeretnék kérni tőletek a jövő hétre, hogy valahogy juttassátok el nekem, bármelyik szentmisén elosztatjátok, ugyanúgy írjuk fel a nevünket, valamint írjuk fel a születési dátumunkat, és természetesen az idén is visszamenőleg, tehát aki januárban született, az is meg fogja kapni az ajándékát, jó? Ezt szerettem volna még tőletek kérni, és szép vasárnap délután kívánok mindenkinek, természetesen a MAG televízió nézőinek is.